Az idegenbeli 0-0 után a Fradi hazai pályán magabiztos játékkal jelezte, számolni kell vele a nemzetközi porondon. A kazak toborra több mint 17 ezer szurkoló és egy elszánt Ferencváros várt a Grupama arénában, a Bajnokok Ligája selejtező első körének visszavágóján. Az elszántság pedig hamar eredményre is vezetett. Adama Traoré a negyedik percben megszerezte a vezetést, és ezzel a Fradi századik gólját a legrangosabb európai kupasorozatban. De ezzel nem nyugodott meg a magyar csapat. Traoré 13 perccel később duplázott, majd Lajduni is eredményes volt. Így bő 20 percet követően már 3 gólos volt az előny. Az első félidőben ugyan szépített a tobol, de a fordulás után kiderült, hogy többre nem lesz képes a kazak együttes. Bászai vágott még 2-t, így a Fradi végül nagyon magabiztosan 5-1-re győzött és tovább jutott. Az első 20 percünk gyengére sikerült, a Ferencváros pedig erősen kezdett. Gólt kaptunk szögletből, és fizikálisan sem bírtuk a tempót. A második játékrész elején viszont jobban játszottunk. A negyedik gól és a kiállítás azonban megpecsételte a sorsunkat. Agresszívan akartunk kezdeni hazai pályán, és végig azok is voltunk. Minden tisztelet az ellenfélé, de talán nem ők voltak a legerősebb csapat a sorozatban. Minden esetre menni kell tovább az utunkon. A BL-selejtező következő körében a szlován Bratislava lesz Stanislav Čerčesov csapatának ellenfele. A szlovák együttes bár mindkét mérkőzésen 0-0-es döntetlent játszotta a Dinamo Batumi ellen a rendes játékidőben, és a visszavágó hosszabbításában vezetett is a grúz csapat, de végül 2-1-re győzött a szlován, és várhatja a jövő héten a Grupama arénában kezdődő Fradi elleni párharcot.